A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából tartott megemlékezést Kistarcsán a Keresztény Demokrata Néppárt Pest megyei szervezete. Az október 23-a téren az egykori internálótábor emlékfalánál megtartott megemlékezésen Varga Árpád, a KDNP gödöllői szervezetének elnök emlékezett meg a kommunista diktatúra áldozatairól. Az apostolok kérték Jézust, hogy tanítsa meg őket imádkozni. Valószínű, hogy e falak mögött is ez az imádság hangzott el legtöbbször. Kérek mindenkit, mondjuk el közösen az Úr imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Egy sérelem mindaddig láthatatlan marad, míg senki sem emlékszik rá, míg senki sem beszél róla nyilvánosan. A külső szemlélő számára az áldozat nem áldozat, az elkövető nem elkövető. Tehát mindkét felet félreismeri, mert egyikük szenvedése, illetve a másik erőszakos tette számára láthatatlan marad. Kétszeresen is igazságtalanság történik tehát. Egyszer akkor, amikor a bántalmazás megesik, másodszor pedig akkor, amikor nem vesznek róla tudomást. Miroslav Volf. Kistarcsán vagyunk, szülőfalumban. A Kistarcsán két évtizedig működő 1907-től gép- és vasúti felszerelés gyár RT a vállalatot a Budapesti Közúti Vaspálya Társaság hozta létre, azzal a szándékkal, hogy a saját járműgyártási igényét ki tudja elégíteni. A gyártól nem messze, a vasúti sínek másik oldalán, itt mögöttem, épült fel a munkás kolónia 4861 négyzetméter területen. A gyár munkásai számára felépült 15 lakóház, mely összesen 191 lakásból állt. Ez az épületkomplexum lett az internálótábor. Itt állunk az internálótábor eredeti falmaradványainál, amiről sajnos településünk elhíresült. A kommunizmus áldozatai emléknapjához közeledve emlékezünk és emlékeztetünk. Február 25. Magyarországon a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Kovács Béla elhurcolásának napja. Kísértet járja be Európát, a kommunizmus kísértete, írta Marx és Engels 1848-ban a kommunista kiáltványban. Ebből a kísértetből kísérlet lett, ami több mint egy százada tart, Lenin-Sztálin kommunista kísérlete. A kommunisták rémuralma néhány enyhe próbálkozás után 1917-ben kezdődött Oroszországban és terjedt el a világ egy részén. Meg kell említenünk, hogy a háború idején ezek az épületek toloncházként, gyűjtőtáborként is működtek, és emlékeznünk kell azokra is, akik a háború embertelenségeit itt élték át, többségük ártatlanul. Ezen a napon a kommunizmus áldozataira azokra emlékezünk, akik életüket vesztették éhínségben, börtönökben, kényszermunkatáborokban, vagy kegyetlen kínzások és kivégzések során. Áldozat, mártír, hős. A köznapi beszédben is sokszor összekeveredő fogalmak. Az áldozatoké a legnagyobb csoport. Ők többnyire a történések passzív tárgyai, a mártír, aki tán megúszhatná, de vállalja a sorsát. A hős, aki tevőlegesen elleneszegül az önkénynek. Itt döntően áldozatok voltak, bár halottakat is gyászolunk. Beszélnünk kell azokról az egyszerű emberekről is, akik csak tisztségüket, munkájukat, vagyonukat, földjüket, házukat, társadalmi pozíciókat vesztették el. A rendszer áldozatai voltak azok, akiket csoport, politikai vagy vallási hovatartozás miatt üldöztek. A rendszer áldozatai mindazok, akiket hosszú évtizedeken át megfosztottak a szabad cselekvés, a választás lehetőségétől. Diszkriminált, megbélyegzett emberekként élhették életüket. Rájuk is emlékezzünk ezen a napon. Magyarországon a kommunizmus magyar ellenes is volt. Voltak országok, ahol az ideológiától kicsit eltérően úgynevezett nemzeti kommunisták voltak.
Nálunk sajnos, tehát a szovjet csapatok terrorja után azonnal elkezdődött ideológiai és nemzeti alapon is a deportálás, bebörtönzések, halálra kínzások, kivégzések. Kivégző osztagok, munkatáborok, Malenki robot, titkos besugói hálózat, kínzás, a gondolat és sajtószabadság teljes hiánya, az egyháza küldözése. Ez a kommunizmus. Kis tartsa nem csak a háború utáni időkben, hanem a kommunista megtorlások időszakában 1949-53 között is gyűjtőtábor volt. A tábor foglyainak nagy része 1953. augusztus 20-án amnestiával szabadult. Ebben az időszakban az internáltak száma 40.734 fő volt az országban. Kis tartsa ismét gyűjtőtáborra lett 56 után. 1957. március 15 körül már 3.433 ember volt közbiztonsági őrizetben. 57. május 1-jéig csaknem 10.000 főt gyűjtöttek össze az ország minden részéből, Budapestre, Kistarcsára és Tökőre. Itt Kistarcsán tehát változó létszám, 1000-től 4000 ember szenvedett az éppen uralkodó megtorlás szerint, az enyhébb, kegyetlen éhezés bánásmódot e falak között. E falak között történtekre emlékeztetnek Schmidt Mária mondatai. Soha többé kommunizmust. Van egy személyes kapcsolat, egy személyes élmény, egy személyes esemény. Szalkai bácsi története. Szalkai bácsi Kistarcsán egy temetkezési vállalkozó volt. P. Jakab Benyámin esjé, akit 1950. július 5-én kínoztak halálra, és úgy adták át Szalkai bácsinak, hogy nem nézheti meg, ki van a koporsóban. Csak temesse el. De persze ő megnézte. Látta, hogy egy pap fekszik benne. Ezért a helyi plébánossal az esti órákban eltemették. Hajnalban zörgettek az ajtaján. Jöttek és elvitték. Több kört furikáztak vele a faluban, majd bevitték az internáló táborba. Felesége talán 2 évig nem is tudott hollétéről, de ő viszont egy olyan cellába volt, ahol néha még hallotta a felesége hangját is, hiszen az út másik oldalán volt a lakása. A volt kistarcsai internálótábor emlékfalán koszorút helyezett el Gál Gergely, a KDNP Pest megyei szervezetének elnöke, valamint a párt Pest megyei elnökségének tagjai. Kistarcsaváros önkormányzata képviseletében Solymosi Sándor és Zsiák Péter alpolgármesterek tisztelegtek koszorúval. Tudd meg, szabad csak az, akit szó nem butít, fény nem vakít, se rang, se kincs nem veszteget meg. Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet, a látszatot lenézi, meg nem óvja. Nincs letagadni, titkolni valója. Tudd meg, szabad csak az, kinek ajkát hazugság nem fertőzi meg, aki üres jelszókat nem visít, nem áltat, nem ígér, nem hamisít. Nem alkuszik meg hű becsületéhez, bátran kimondja, mit gondol, mit érez. Nem nézi azt, hogy tetszetőse, sem azt, kinek ki volt és volt-e őse. Nem bámul görnyedőn a kutyabőrre, s embernek nézi azt is, aki pőre. Tudd meg, szabad csak az, aki ha neve nincs, mégis valaki. Vagy forró, vagy hideg, de sose langyos. Tüzet fölöslegesen nem harangoz. Van mindene, ha nincs is semmije, mert nem szorul rá soha senkire. Nem áll szemébe húzott vaskalappal, mindig kevélyen szembenéz a nappal. Vállalja azt, amit jó társa vállal, és győzi szívvel, győzi vállal. Helyét megállja mindig, mindenütt, többször cirógat, mint ánszor üt. De megmutatja olykor, hogy van ökle, szabad akar maradni mindörökre. Szabadság. Ezt a megszentelt nevet könnyelműen, ingyen, ajkadra nevedd.
Tudd meg, szabad csak az, aki oly áhítattal mondja ki, mint Istenének szent nevét a jó pap. Szabad csak az, kit nem rettent a holnap. Ínség, veszély, kín meg nem tántorít, és lelki bék jó többé nem szorít. Hiába őrzi porkoláb slakat, az sose rab, ki lélekben szabad. Az akkor is, ha koldus, nincstelen, gazdag, hatalmas, mert bilincstelen. Ez nem ajándék, ingyen ezt nem adják, hol áldozat nincs, nincs szabadság. Ott van csupán, ahol szavát megértve, meghalni tudnak, s élni mernek érte. De nem azért dúlt érte harc, hogy azt csináld, amit akarsz, s mindazt, amiért más robotod magad javára letarold, mert szabadabb szeretnél lenni másnál? A szabadság nem perzsavásár. Nem te árud, millió kincse az, mint a reménység, napsugár, tavasz, mint a virág, mely dúskelyhét kitárva ráönti illatát a szomjazó világra, hogy abból jó testvéri jusson, minden szegénynek ugyanannyi jusson. A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékünnepsége a szózat közös eléneklésével zárult.